megszerveztünk a Hagyományőrző Egyesület keretén belül egy hulladékgyűjtő akciót. Kicsit korábban, mint a teszed, mert így is nagy a fű, aztán féltünk tőle, hogy mire odajön az akció, akkor addigra nem fogjuk a felét megtalálni. Az akcióban a Mohorai Hagyományőrző Egyesület tagjai vettek részt, valamint a faluból jó érzésű, szorgalmas emberek. Összeszedtünk körülbelül 60-120 literes zsák hulladékot, ezek mind kommunális hulladék. Sajnos összefoglalva el kell állapítsam, hogy mindig egy balkáni országban élünk, sok ostoba emberrel, akik szalaszét dobálják a szemetjüket. Azt gondolom, hogy maradt még teszed akció keretén belülre is tennivaló. Találtunk nagyobb hulladék kupacokat, amiket majd akkor fogunk összeszedni, tehát 22-én áprilisban, földnapja alkalmából. Szeretném megköszönni az Egyesületnek, hogy megszervezte ezt a mai szemétszedést, ami a falu belterületén és a külterületén is megtörtént. Természetesen jó kezdeményezés mellé szívesen állunk oda. Szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek és részt vettek ebbe a szemétszedésbe. Viszont akik eldobálják ezeket a szemeteket, azoktól azt kérem, hogy ha lehet, akkor ezt ne tegyék. Mert ez nem a normális embernek a gondolkodása. Látszódik, hogy mennyire sok szemetet szedtünk össze a belterületen. A külterületen ott lettek hagyva a zsákok, hogy látszódjon, hogy mennyi volt ott. És kérünk még egyszer mindenkit, hogy ne szemeteljünk. Köszönöm szépen!